A napokban hagyományos textíliák, kerámiák, fonott tárgyak, fémmunkák és a népi kismesterségek tárgyai a mai konyhában címmel érdekes kiállítás nyílt a művelődési házban. A Hajdú-Bihar megyei Népművészeti Egyesület kollekciója csütörtökig látható a kiállítóteremben. A kiállításnak a címét megszemlélve én egészen megijedtem, hogy vajon mi fog itt engem várni. Csodálatos dolgok. Valami egészen másra készültem, a hosszú cím szinte teljesen elriasztott. Hát köszönöm szépen a dicséretet, mi megpróbáltuk visszaadni azt a hangulatot, ami a régi paraszti konyhákra jellemző volt. Hát aki végignéz, az úgy gondolom, hogy érzékelheti, hogy sikerült ezt úgy megoldanunk, hogy a mai kor kultúrájának is megfelelő, és ugyanakkor használhatók ezek a tárgyak természetesen. Mennyire paraszti konyha ez? Valóban így nézhetett ki egy paraszti konyha? Ezek a felszerelések megtalálhatóak voltak? Vagy ezek ilyen ma elgondolkodva, ma átgondolt dolgok? Magyarul autentikus népművészete van most itt dolgok? Természetesen. Ezeket a dolgokat majdnem ugyanígy meg lehetett találni a régi paraszti konyhákban, és természetesen nem ilyen mennyiségben. És ezen kívül még nagyon sok minden más is volt, hiszen nagy edények, a nagy tároló edények például nincsenek itt, amik ott voltak a konyhában, vagy a lakodalmas edények nincsenek itt, tehát ez még bővíthető lenne, de hát a lehetőségeink most ennyi teret engedtek az Egyesületnek, és akkor hadd ragadja meg az almat, hogy megköszönjem Balmazőváros városának és az intézménynek azt, hogy az Egyesület először mutatkozhat benben a városban, mint Egyesület. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy megyei egyesület a megye településein élőkkel megismertesse a munkáját. Az átlagember számára, aki érdeklődik a múltja az öröksége iránt, egészen biztos vagyok benne, hogy nem egészen világos az, hogy mi az, ami valódi érték, és mi az, ami kevésbé az, sőt, uram, bocsán, hamisítvány. Honnan lehet ezt ma megtudni? Hát a mi egyesületünk tagjai, amit készítenek, abban mindenbe beleírják a nevüket, tehát beazonosítható. Ha megemelnek itt egy kerámia tárgyat, azon rajta van a készítője neve, vagy egy kosarat, vagy egy bőrt, vagy egy pipát, azon rajta, hogy ki készítette. Tehát mindig azt keressék, amire az alkotó neve rá van írva. Egyrészt, másrészt pedig ezek zsűrizett termékek, és ezeken a zsűriszám is megtalálható akkor, ha vásárlásra kerülnek. Tehát ez egy kiállítás, ez egy más helyzet. De ha vásárolni akarják, akkor én azt javaslom, hogy zsűrizett termékeket keressenek, azok hitelesek, iparmint a tanács által zsűrizett termékek, és azok autentikusak. Ez azt jelenti magyarra fordítva, hogy az Egyesületnek a védjegye az maga a garancia? Ez fordítva mondanám inkább, mert van egy országos szövetség, a Népművészeti Egyesület szövetsége, aminek a Hajdú-Bihari szervezetét képviseljük mi. És az Egyesület tagjai folyamatosan zsűriztetnek. Értem, és kiállításra csak azok a termékek kerülhetnek, amik zsűrizettek. A tárgyakat megnézve, egy áttekintve, egy olyan gyors áttekintése, az edények, az eszközöknek a döntő többsége hihetetlen modernnek tűnik az én számomra. Hisz olykor ez maga az újbólál. Hát akkor mitől régi ez? Szóval nézd, ez mindig úgy van, hogy egy népművész megpróbálja úgy őrizni a hagyományokat, hogy a saját egyéniségéből is hozzátesz valamit, de arra nagyon vigyázni kell, hogy ettől még ez a tárgy hiteles maradjon. Most ezért van az a hatás, hogy olyan, mintha teljesen új lenne, mert hogy új is, de ugyanakkor mégis visszaadja a régi kor hangulatát, hiszen ugyanúgy használható, és ugyanaz a formavilága, a színvilága, ha egy teljességhez ragaszkodunk, akkor a teljességre jellemző forma és színvilág meg kell, hogy jelenjen. Mondjuk a nádvari fekete cserépnél az adott, hogy az nem lehet másmilyen, vagy egy tiszafürödi cserépnél, vagy a debreceni kerámiánál. A motivumoknak, a formavilágnak együtt kell lenni. Valami ilyesmi érzésem lehet nekem is, amikor vadonatújnak és abszolút progresszívnak látom, pedig kiderül, hogy 100 éves vagy talán még öregebb. Mik a kedvenceim? Önnek, mint szakembernek, melyek azok az eszközök, amik úgy valóban a szívéhez lőttek? A szőtessék az eszközök, vagy a terítékek? Nézd, ez a kérdés borzasztó nehéz, ha nekem teszi fel, mert hogy én egyébként az Egyesület elnöke vagyok ugyan, de fazekas vagyok. Tehát akkor természetesen tűnhetne, hogy a fazekas alkotások azok, amik hozzám legközelebb állnak, de azért ez nem igaz. Mert egy cserépedény önmagában egy cserépedény. De ha behelyezem egy adott környezetben, és alatta van a textil, mögötte van a szőttes, ott van mellette egy tüzet piszkáló kovácsolt vas, vagy ott van a kenyértartó kosár, ami veszőből készül, vagy ott van az a szék, ami
fából készülésű forma van, ezek együtt alkotnak egy szépességet, nem lehet ezeket külön választani, és nem is kell azt gondolni. Itt Balmazi városon nagyon büszkék vagyunk a saját hagyományainkra. Hihetetlenül büszkék vagyunk azokra a köztünk élő népművészekre, népi mesterekre, most kismestereknek hívják talán minket. Nagyon szeretjük őket. És kifejezetten büszkék is vagyunk rá. Ha egy távolabbi kitekintésben nézzük Balmazivárosra, kívülről a balmazivárosi népművészet jelentősnek tűnik, vagy hasonló az Alföld többítéséhez? Nézze, ez egy összetettebb kérdés. Ugye Balmazivárosi nevét, ha meghallja valaki, aki a népművészet, a tárgyalkotó népművészethez közel áll, akkor azonnal beugrik neki a pászorkalap. Sehol az országban nem csinálják mások ilyen színvonalon és ilyen módon, ahogy mi a kultúrájék, illetve hát az egész család készíti. És hála Istennek már a fia is ifjú mesterként ezt készíti. De hála Istennek nem csak a kalap jellemző Újvárosa, hanem a fától kezdve a veszőjéig, a csuhi, sok minden más is ugyanúgy megtalálta, hogy mi nagyon magas színvonalon készítik itt az emberek. És azért is jöttünk ide örömmel, mert olyan helyre jöttünk, ahol tisztelik és becsülik a tárgyalkotó magyar népművészetet. Ez egy vándor kiállítás, egy utazó kiállítás. Honnan, hova tart most ez a kollekció? Hát ez az első állomás ennek a kiállításnak, és innen a Kölcsei központba fogunk menni Debrecenbe. És aztán szeretnénk még a megye több helyén is bemutatni természetesen. Megelőzték a Kölcseit, nagymúltú Kölcseit. Ez már önmagában egy siker. Mi a legbüszkébb a kiállításban? Arról, hogy ilyen sokan kíváncsiak rá. Öröm volt látni, hogy milyen sok helybeli ember eljött, és nem csak itt volt, hanem érdeklődött, és lehetett látni, hogy azért jöttem, mert kíváncsi arra, hogy mit lehet itt látni, és ez nagyon öröm volt a számomra.